Tovább csökkent a munkanélküliség, miközben újra nőtt a foglalkoztatottság Magyarországon. Ez derül ki a KSH legfrissebb adataiból. Ezek szerint június-augusztusban 304 ezeren voltak állásnélkül idehaza, ami 39 ezerrel kevesebb, mint egy éve. A foglalkoztatottak száma mindeközben 4,25 millióra duzzadt, ami egy év alatt 134 ezres növekedés. A statisztikai hivatal adataira szinte azonnal reagált a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály egy keddi rendezvényen azt mondta, a rendszerváltás óta nem mértek ilyen magas foglalkoztatottságot, ez pedig a kormány gazdaságpolitikai törekvéseit igazolja. A foglalkoztatottsági növekedésből 60 ezeren találtak helyet az elsődleges munkaerőpiacon, ami 1,5%-os bővülés, a közfoglalkoztatottak aránya 37%-kal lett több, a külföldi telephelyen dolgozók száma pedig 13%-kal nőtt egy év alatt. Elemzők átlagosan 7%-os munkanélküliségi rátát vártak 2015-re, ehhez képest már is túl teljesített a hazai gazdaság. Szakértők pozitívan értékelték, hogy hónapról hónapra javulnak az adatok, így az idén már végig maradhat 7% alatt a munkanélküliség, jövőre pedig akár 6,5%-ra is mérséklődhet az állásnélkül lévők aránya Magyarországon.